egy-két mondatban összefoglalva a napot, annyit tudnék elmondani, hogy azt hiszem, ebben megosztjuk majd a véleményeket, hogy a mai sportnap mindenképpen teljesítette küldetését. Elsődleges célja a szervezőknek ezzel a mai nappal az volt, hogy az emberi közeledés szolgálja, a barátkozást, az ismerkedést. Ez volna mindnyájunk együttes főnyereménye a mai napon, és most Szlut Tibor barátomat megkérem, hogy a csapatoknak a külön díjakat adja. Majd ahogy szólítjuk az egyes helyezetteket, megkérném a csapatok csapatkapitányait, hogy fáradjanak ide ki, és vegyék át majd őtőle a díjakat. Tisztelt egybegyűltek! Nagyon örülök, hogy ennek a akciónak társrendezői lehettünk mi is Felsőpaton, és aki eddig nem keverte a patonyokat, most már biztos fogja keverni. Mert engem legalább 10 hívtak a hét folyamán úgy, hogy Vincus, akkor mikor kezdődik a meccs? Én a Tibi vagyok. Szóval, én azt hiszem, jó buli volt, én nekem a lábaim úgy tragikus állapotban vannak, de jó volt, és rászállom magam, hogy legalább minden 5 évben egyszer focizni fogok. És addig meg legalább lelkileg próbálom tüntetni az ellenfelet. Engedjék meg, hogy megköszönjem, hát nem akarom, hogy stílusú legyen, mint az egyik ilyen bodorított hajú magyarországi kolléga mondja, hogy azok, akik nélkül nem jöhetett volna létre. Tehát a szponzorokról is emlékezzünk meg. Azt hiszem, sejtik, kiről van szó. Hát a szponzorokat, akik nekik komolyan nem jöhetett volna létre, elsősorban az a két röffáncs, ami elvánszorgott Miálkai Vágóhídra, az dicséret érdemli a helyi szövetkezetet, egy tapsot azt hiszem megérdemelnek. A Divatőkési Államigazdaságot foglalom, jó? És a krumplit meg a almát a Felsőpatonyi Szövetkezet adta. A reggelit a királyfiakarcsai községház állta. A tegnapi vacsorát a bősi önkormányzat bajuszos polgármesterükkel az ére. A reggelit az még meglepetés, nem tudjuk, de valamelyik kollégánkat meglepjük vele. És azt a szerény nádfüdeles viskót, ahol mostan tengetik szerény életüket, az pedig a községi hivatal, a légi községi hivatal per polgármester Csiba úr ajándéka. Anyagi áldozattal, konkrétan, seresekkel, meg az a seres a számot, cigárnyúval mondva. Szóval, hogy az egész gömbölékében nehezsen hozzájárult a felsőpatonyi székhelyű Timcég. A Timcég gázművesítéssel foglalkozik, tisztelt kollégák, nagyon gyorsan, ügyesen. Ez itt a reklámája. Ez itt a reklámája, mert megérdemlik. És megkérném a itt jelenlévő újságírókat is, hogy karcolják bele Noteszukba is ezt a nevet. És legalább egy rövid cikk erejéig emlékezzenek meg arról a 10 000 koronáról, amit erre a célra adtak. Azon kívül a két községi önkormányzat, ami ezt a akciót úgy hivatalosan nem is, de úgy szétkönyvelve azért megoldotta. Azok mind vagyunk. Tessék? Az idén lesz a választás. Tess újra, én vagyok a legkomolyabb ellenfél. 106 kiló vagyok, tömör gyönyör. De ez lényegtelen. Mindegy, ki lesz. Most komolyan mondom, bárki lesz. Én akkor is Patonyi maradok, és Patont, mint olyat támogatni fogom, hogy ne kelljen keresni a térképen, hogy hol van Felsőpaton, mert mikor Dániában, és mikor megmondják, hogy Paton? Hohohoho!
aki a díjakot felajánlotta, ilyen majolika, ilyen vázák lettek volna, megszokott gipses valami, az addig a cerdai vásárból elment, mire én odament. És akkor ősi indián szokásokat szem előtt tartva mást választottunk, hogy mi, akkor azt ott bemutatjuk. A negyedik helyen végzett a dániai, hogy mondjam, emigráns csoport. Ruháztak fel nevekkel embereket, mi csapatokat fogunk most felruházni, a negyedik helyen méltán kivívták a lusta mackó csapatot. A barna mackó is szépen csillog. Köszönjük, mi is végzett a svéd csapat. Svéd válogatott. Az alvó oroszlán csapata. Oroszlánként harcoltak, küzdöttek, de hát nem sikerült. Nagyon jók voltatok, mi se voltunk rosszak. Gratulálok. Gratulálok. Második helyen végeztek, ki más, mint a örök mosolygó, vidám, optimista újságíró csapat, aki hozzászokva négyedredik vereségüket elszenvedve hazai pályán, hazai földön, ők a optimista Donald Kacsa csapata. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ne vegyétek rossz néven, se kritikának ne vegyétek, de Kacsa. Az első helyen végzett Kimás, végezhetett az első helyen. Megint ennek kapcsán bunda, meg hasonló, meg leiktatás, meg ilyen hülye beszédek. Na most úgy józanul véve itt vannak a választások, hát nekem egyáltalán nem érdekem, hogy megpuffáljon a újságírók csapatát, mert akkor csak a szabad újság fog rólunk írni. Mert egyedül onnan nem voltak, ugye? Tehát első helyen végzett a csapatok csapata. Ki a csapatok? Mindenki. Nem. Én. Nem, a hülyeség magamnak adja már valakit. Megkérem dublőrömet, Rostás Alajz urat, váradjon ki át neki. Lajzi. Az első helyen pedig végzett a ördögi varjúk csapata, igen. Gratulálok! Egyébként elnézést kérek, beleültem egy rágóba, úgyhogy nem volt eléggé szalonképes. De nem itt nálunk, itt a futballpályán. Ilyen jó segít, már rég láttak a csajok. Tisztelt egybegyűltek, ezért volna az eredményhirdetés. Bízunk benne, hogy ez a kapcsolat tovább fog mélyülni, bővülni, tágulni, meg a minden. Bízunk benne, hogy most emberek közti kapcsolatok fognak kialakulni. Bízunk abban, hogy jól érezték magukat, és nagyon örültem, hogy vendégül láthattam kollégámmal együtt önöket. Köszönöm a megtiszteltetést, köszönöm, hogy meghallgattam. Tibor barátomnak a díjak átadását, most pedig kellemes ittvétet kívánok mindnyájunknak.
további jó szórakozást, hajnal 3-ig, aztán visszatekerjük az órát 1 órával, és lehet folytatni. Mi csapatunk nevében köszönjük szépen a vendéglátást, és arról tárgyaltunk egyelőre csak röviden, hogy mi lenne, ha tovább folytatnánk ezt a szép tradíciót. Na csak egy probléma van, hogy mi nagyon jól éreztük magunkat. A másik pedig az, hogy most hogy kit hívjunk meg, az újságírókat, vagy pedig a polgármestereket. Na de ha a polgármester ilyen jó csapattal jön, akkor nem hívjuk meg őket. Minden esetre, hát vegyétek úgy, hogy ezt a tradíciót tovább folytatjuk, és akkor szívesen vagytok látva nálunk Svédországban. És engedjétek meg, az újságíró kollégának egy icipici emléket hoztunk erre a mérkőzésnek az alkalmára. Ki jön elérte, fiú? Ez egy tipikus, hogy mondjam nektek, egy svéd, dél-svédországi kis tány. Köszönöm.